Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. A magyar kormány azzal védekezik folyamatosan az úgynevezett Pegazus botrányban, hogy Magyarországon senkit se hallgatnak le törvénytelenül, bár az ügyben ma se látunk tisztán, de az egyértelmű úgy tűnik, mintha nem lenne civil kontroll a lehallgatások és a titkos megfigyelések tekintetében, hiszen csak saját magának tartozik elszámolással a kormány, csak önmagát ellenőrzi. Vendégünk Gulyás József, volt országgyűlési képviselő, az úgynevezett roma gyilkosságokat vizsgáló ténymegállapító bizottság egykori elnöke. Szép jó reggelt kívánok, köszöntöm Önt! Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat! No hát, hetek óta beszélünk most már erről az ügyről, úgy, hogy nem is tudjuk, hogy van-e ügy, és egyáltalán, hogyha van ügy, akkor mikor tudjuk meg a részleteit? Igen, hát egyrészt szerintem ügy van, hiszen itt egy nem magyar, hanem nemzetközi megfigyelési botrányról beszélünk, és ennek a megfigyelési botránynak a kétségességét, a megalapozatlanságát ideig érdemben senki nem kérdőjelezte meg, tehát az, hogy Franciaországban vizsgálat zajlik, az, hogy Izraelben vizsgálat zajlik, komoly vizsgálat kormányzati oldalon, az azt támasztja le, hogy létezik ez a történet. Ez a botrány egyébként ugye úgy került nyilvánosságra, hogy a világvezető sajtótermékei összefogtak, és egy oknyomozó tímet állítottak föl, amelyiknek a feltáró tevékenysége nyomán került nyilvánosságra, például a magyar vonatkozású megfigyelési botrány is. Tehát az, hogy van ügy, az biztos. Arról viszont keveset tudunk, hogy a magyar ügynek a vonatkozásai nem is a megalapozottságáról, hanem a konkrétumainak az ellenőrizhetőségéről, ugyanis a kormány, amelyik illetékes, a titkosszolgálatok, amelyik illetékes, az lényegében kötfelhőben tartja ezt a történetet. Semmilyen belső vizsgálatot nem indítottak, vagy legalábbis nem tudunk róla, hogy itt nyitottak volna. Nem teszik lehetővé a Nemzetbiztonsági Bizottságnak a törvényesei kontrollját a szolgálatok fölött, nem teszik lehetővé, hogy a bizottság tagjai bizottságülés keretében kérdéseket tegyenek föl, és lényegében a sajtó felé, a magyar nyilvánosság felé egy erősen terelő, ugyanakkor hát az elhangzott mondatok alapján inkább a gyanakvást ébresztő kommunikáció zajlik. Ugye az elmúlt órában Vadai Ágnessel is beszélgettünk, aki a Honvédelmi Bizottság esetleges ülését hozta szóba, hogy ők is szeretnének Pintér Sándorral beszélgetni, mint ahogy nem sikerült a Nemzetbiztonsági Bizottságnak. Én megkérdeztem, hogy van-e értelme egyébként akkor összehívni egy ilyen bizottságot, meg egyáltalán mondjuk a bizottságoknak Magyarországon van-e értelme. Ő azt mondta, hogy legalább azt megteszik, hogy összehívják. Azt hiszem, hogy nem nagy jósnak kell lennünk, hogyha szeretnénk megmondani, hogy mi lesz az eredmény ennek az ülésnek. Kötelessége lenne egyébként ilyen típusú ügyben beszámolni, hogyha ugye ezek szerint ön szerint biztosan van ügy a kormányzatnak az ilyen típusú bizottságok előtt? Mindenképpen kötelezettsége volna, nem csak a kormányzatnak, hanem a maguknak a titkosszolgálatok vezetőinek. Az, hogy összehívják a bizottságot, az alap szerintem igen, ezt meg kell tenni, de ahogy ön is felvezette, nincsenek kétségeim, hogy ez a bizottságülés vagy nem jön létre, vagy ha mondjuk másfél-két hónap múlva létrejött, érdemi fordulatot nem fog hozni a kormányzati magatartásban. Ugyanakkor azt is állítom, hogy nem lehet teljességgel tagadásba vagy hazugságba menekülni. A titkosszolgálatok vezetői egyszerűen nem tehetik meg, hogy ha sor kerül egy bizottságülésre, ott teljes tagadást válasszák, vagy elhazudják azt, ami történt. Azt megtehetik, hogy nem bontják ki az igazság minden részletét, de azt nem tehetik meg, hogy tagadásba burkolóznak. Ezért az igyekezet, hogy legyen bizottságülés, az érthető. Ugyanakkor én azok közé tartozom, akik azt képviselik, hogy lényegében ott tartunk, hogy már korábban is kimondható lett volna, de most ideje volna kimondani, hogy Magyarországon ebben a rendszerben a titkosszolgálatok törvényesi kontrollja nem érvényesül, nem tud érvényesülni, ezt a kormánypártok lényegében akadályozzák, vagy megakadályozzák. Ilyen körülmények között azt a látszatot kell tenni, hogy majd egy bizottságülésen talán föl is áll egy vizsgálóbizottság, szerintem nem helyes magatartás az ellenzék részéről, mert ilyen biztos nem fog fölállni.
Korábban azt mondta egy interjúban, ugye, hogy lazák a törvények, és túlságosan nagy a mozgástér, tehát igazából az is lehet, hogy nem törvényellenes, hogyha voltak ilyen típusú megfigyelések. De ugye azt is mondtam, hogy egyfelől a törvények ugyan tágteret nyújtanak a szolgálatoknak és a megfigyelést kezdeményezőknek, de nem nyújtanak annyira tágteret, hogy például beleférjen az, hogy újságírókat, ügyvédeket, rendszerkritikus szereplőket, oknyomozó újságírókat, polgármestereket válogatás nélkül egy olyan kémszoftverrel figyeljenek meg, amelynek a rendeltetése teljesen eltér attól, mint amire itt most úgy bontakozik ki előttünk, amire használták. Egy-kettő, hogy minden esetben van célhoz kötöttség, illetve minden esetben szakmai indokolnak lenni kell annak, hogy miért indítják a kezdeményezést, és nekem úgy tűnik, hogyha még le is papírozták ezekben az ügyekben azt, hogy van valamilyen indok, ezek inkább kreált indokok lehetnek, mint megalapozott indokok. Ugye ennek a kém szoftvernek a használata esetében kell, hogy legyen kormányközi megállapodás, vagy kormányzati szervek közötti megállapodás, létezik egy szerződés, amiről az egyik szerződőfél azt állítja, hogy csak kiemelt súlyú bűncselekmények, illetve terrorfenyegetettséggel összefüggésben vethető be az eszköz. Itt ezt nem sikerült igazolni, vagy hát az ismerté vált nevek esetében ez teljességgel kizárt, ha nem is teljes körűen, de azt gondolom, hogy összességében kizárható, hogy ilyen céllal használták ezt az eszközt. Itt az sejlik föl, hogy a rendszer számára kellemetlenkedő vagy rendszerkritikus szereplőkre is bevethették ezt az eszközt. Ebben az esetben szerintem a bizottság tagjainak ugyan korlátozott a mozgástere, de még valamennyi mozgástere akkor is van, hogyha nyilvánosság előtt deklarálják, hogy eddig nem érvényesült, vagy nem érvényesülhet ebben az ügyben a szolgálati kontroll. Mindenképpen élhetnének olyan kezdeményezések, amelyek a bizottságülésen túlmutató kezdeményezések, vagy olyan aktivitások, amelyek előre vihetik ennek az ügynek a feltárását. A Jelen című heti lapnak adott interjúban pedig egy orosz szálat említ. Ez mit jelent röviden? Hát az orosz szál ugye úgy került szóba, hogy több olyan szereplő is van a megfigyeltek között, akik a sajtóhírekben megjelentek, például Panyi Szabolcs vagy Aszódi Attila, akiknek az esetében a kémszoftver telepítése és annak az időzítése az egyértelműen orosz ügyekkel függ össze. Panyi Szabolcs egy olyan anyagon dolgozott, ami az orosz befolyásolási törekvésekről szólt, orosz vonatkozású ügyekről, míg Aszódi Attila, aki egyébként ugye kormánytag, és mégis a megfigyeltek közé került, illetve kormánytag volt ebben az időben, amikor a megfigyelés elindult, ő pedig hát a Paks 2 beruházásért felelt lényegében, ezzel összefüggő feladatai voltak, és lehetett tudni, ez egy nyílt információ, hogy ő azok közé tartozott, akik a Rosszatomon, az orosz félen mindenféle törvénybe foglalt felhatalmazásokkal összhangban számon kérte biztonsági előírások betartását, ezekhez kötötte a tervezési folyamatnak az előkészítését, a kivitelezési beruházási folyamatnak az előkészítését, és ez nem tetszett a Rosszatomnak, és érdekes módon az Aszódi Attila fölé kinevezett Süli János miniszteri biztos viszont azt az álláspontot képviselte, hogy lazábban kellene kezelni a biztonsági követelményeket, törvényi előírásokat, és a Rosszatom érdekében lépett föl. Ehhez képest a megfigyelt személy az Aszódi Attila volt, és nem tudunk arról, hogy Süli János is megfigyelése megtörtént volna. Szerintem az oknyomozó újságírók, amennyiben találkoztak volna Süli Jánosnak a nevével, akkor őt is nyilvánosságra hozták volna, az ő nevét is nyilvánosságra hozták volna. Izgalmas kérdések. Remélem folytatjuk. Gulyás József, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Én is köszönöm. Szép napot.